Reggelzi a távol, hogy csatornán képer jelentkezik a következő csodálatos farming szimulátor videó, valami a 1 milliárd eurós hívásos dolog, de úgy gondolom, ezt mindenki tudja. Gyerekek, rengeteg dolgunk van, csapjunk bele a lecsóba, ifát indítjuk, aztán nem is húzzuk az időt. A mai részben valamit meg kell váltanunk a világot, mert a képer annyira ráfüggött dolgokra, hogy azt mindenképpen meg kell csinálni. Írtátok egyébként, hogy jó lenne megjavítanom a járműveket, mert akkor igazából nem az lenne, hogy állandóan lekocskodálnak, meg olyan lassan dolgoznak, mint a őrület, és igazából az lenne a legelső dolog számomra, hogy jó lenne, hogyha dolgoznának. De azt mondjátok meg, miért hagytok ki ekkora kocka izéket itten, megőrülök? Megőrülök a képerre? Várjál. Le kellene spariförözni, mert az jó nekem. Meg kellene tőteni a vetőgépet, mert az megint jó nekem. Várja, nyisd ki a ajtót, töltsd meg a vetőt. Nyisd ki a ajtót, töltsd meg a vetőt. Oké, megtörtént az esemény. Megtörtént most arra az esemény. Nyisd ki a ajtót, töltsd meg a vetőt. Ez... Ez kellene egy ilyen kicsit ilyen belgás beütési zene. Nyisd ki a ajtót, töltsd meg a vetőt, utána meg a traktort, javítsad meg, na. Azt a bétyar öcsém, hallod? Ne viccelj, no, hallod? Szét volt esve, le volt robbanva, csodálkozó, nem megy a verda. Ne szórakozz a javítást. Hallod? Ha ne... Mit se ne pittyogjál? Na várjál, nézzük meg, ki pittyog. Ferenc, légy szíves, mindig akkor Ferenc, mindig akkor zaklat egyébként. Már arról beszéltünk egész ég, hogy hogyan kellene a tyúkokat reformálni a tik telepet. Jó, oh yeah, akkor aztán mehet most már a munka. Jó. Jó, oké, nem tényleg nem hülyeskedek, várjál, mit kéne itt csinálni? Várjál, itt ezt ma, jó, ezt most hiába húzom le. Az a baj, gyerekek, vannak bajok ám itten. Az a bajok, hogy sok a munka. Sok a munka, az nagy baj egyébként. Mennyi barátom? Csapjad neki, most már nagyon jó a gépegység. Tudod neki veretni, mint az őrület. Remélem nem hagysz ki egy csikot. Ugye? Összeér? Lószar. Állj meg! Állj meg. De, összeér? Nem ér össze. Utálom, amikor nem ér össze. Inkább állapolva menjünk, bazza, de ne az legyen, hogy nem ér össze. Egyébként... Mindjárt mondom, hogy mi a terv, és miért van az, hogy keeper úgy pörög, mint a trágyaszóró. Itt elmegy így okosba, inkább lapoljad rá, szépen a úrfi, de ne adjad ki középen. Egyébként oda nézzél, sleep, motorlod, minden az, ajlod. Oda nézzél, 60, 40, 50. Ah, ez hiába volt megjavítva, akkor is ugyanannyira szarul megy. Na, csepjük neki gyerekek, figyelj, hogyha föl van ezen a nézen, odaállsz. Akkor egyből tudod csipőni, nem? Nagyon komoly. Megcsináljuk a másik vetőket is, mert úgy érzem, hogy vannak problémák. Úgy gyerekek, a nagy sárba, végre benn van. Egyébként mi történt? Miért zöldön mutatja ezt a motorlódot, meg ezt a slipet? He? Látod? Miért zöldön mutatja? Eddig nem zöldön mutatta. Ajj, rugám az ifa, nem megy fel a dombon. Ajjaj, figyel az első kerék, föcsöli a sarat. Az a baj, elásom magam, akkor megbolondulok. Megbolondulok. Ugye, hogyha... Eléred, egy helyben rugatod egy darabig, akkor vannak problémák. Oda nézz, hallod, ide beállsz. Kiszállsz, figyeld, egyből tudod a csippel is nyomni. Föl kell ugrani, mert nem érem el a laptopot, gyerekek. Javítás, igen. Nem tudok azt, hogy másik gépre? Ilyenkor miért nincs olyan, hogy másik gépre ugrás? Ej, gyerek. Na várjál, akkor a vetőt is. Csippeljük meg. Egyébként ez baró jó, hogy a... géppel így... Jaj, nem akartam eltüntetni. Na. Ó, hát igen, voltak itt bajok, gyerekek! Voltak itt bajok. Egyébként nincs lekörve az áru, én meg úgy száguldozok itt. Hát ha lesznek itt problémák, jaj! Jaj! Egyébként, figyelj, mondok valamit itt, hogy... Bénfőtös információt. Egyébként ez... Ennek a töltése... Töltsed meg, barátom, nem töltöd meg, nem akarod, mi? Vagy mi az, már nincs motor bekapcsolva, nem? Figyelj, egyszerűen nem akarja, annyira ellenkező... Na most megtöltötte. Töltsd meg, ezt nem akarod? Nem szándékozok? Hallod, nem, egyszerűen hiába nyomod, ugye mondtátok, hogy nyissam ki, meg izé... Hajlal, nem hajlandó, de végre megtörtént az esemény. Akkor mehetsz is, barátom, jön neki. Oké. Viszont az a baj, hogy szerintem a magunk azok elfogyott, hogy mi de szart.
szart elfogyott a maguk. És egyébként ezt meg úgy kéne raknom ide végibe, nem mondom neked, hogy hátrafelé. Nem, figyelj, nem tetszik neki. Mi nem tetszik neki? Ja, azért, mert az ifát akarja idejelni. Így ifát akarja szerelni. Hát ne szereljük meg az ifát. Oké. Okay. Spanizzuk le, mert lehet, hogy lefognak esni a dolgok. Nézzük meg, esetleg tudunk tölteni a T-100-ot fenkába, és meg kell javítani. Aztán nyomják neki gyerekek, mert nekünk sok a dolgunk, kell csinálni egy csomó dolgot. Tényleg sok dolgot kell csinálni. Egyébként ez az ifa, ez úgy rúg, mint a disznó, de viszont ez a real mód, ezt annyira imádom, hogy ezt már nem hiszitek el. Na igen, és ez tök jó, figyeld, le van. Spanizba fölvész a platóra, hallod? Csippeljük a verdát. Nem a feszítővet fiszkáljuk, hanem csipeljük meg a verdát. Megjavítunk mindent, egyébként az ilyen piti pénzekbe kerülnek, a Skipper meg itt ezzel spaurógatott mi, a hülyéje. Dani, tök jó. Valahogy ez nagyon jó, ne? És ugye ez kikapcsolható egyébként, hogy ezt lásd, de tök jó, hogy látod. Javítás, oké, annyi, hogy még akkor meg is tankoljuk, hogy esetleg kell bele. Sajnos csak messzünk van. Mész, hát van benne mész. Hova mész? Jó, van, erre kerültem meg ezt a kotlát. Jó volt, megtankoljuk. Az a baj, hogy... Hogy van benne búza is, úgyhogy ez jó, hát akkor mennyi barátom, veres neki! Nyomjad neki. Oké. Jó, ezt kikapcsolom. Ugye ezt ki tudod kapcsolni szépen errel. Nem lesz az a csúnya dologot. Azt csapjuk neki, csapjuk. Kimegyünk földszélére, elvisszük az ifát be, mondom egyébként a frankót, csirkére rámegyünk, mint az őrültek. Démonhill most, alul ebben a pillanatban már elindítottam a játékot, akkor láttam, hogy küldted a targoncát, be fogjuk rakni. Nem néztem még milyen, de bízunk a leleményességedbe. Hallod, itt ezt egy jobbos nyomnék most izomba, úgy felburulnék, mint a szar. Egy kicsit lassítsunk, egy jobbra van pakolva. Egyébként a srác az milyen jól megpakolt, akit mindig zoliztam, ugye az Laci volt. Oda nézzé, számolunk az ifával! Ennek milyen ugrája? Minden egyének egyébként a default tudó, ez nem a legkirálya. Ó, és egyébként beérünk ide a Tiesztelepre, nem tudom mi a szarra jár, de még mindig laggolunk néha. Pedig megmondom a Frankót, hogy cseréltem fél órával ezelőtt, remélem, hogy jól fog menni minden, nem melegszünk túl. Elfelejtettem CPU, tehát processzor pasztár venni, úgyhogy olyan szárazon raktam össze a CPU-t meg a hűtőt, hogy az őrület, viszont volt egy kicsi vég a hűtőbordákon, úgyhogy azt így szétkentem rajta, rácuppantottam. Jóra húztam, talán jó lesz, gondoltam én. De, ja. Várjátok, az izét kell, ezt akarom elhozni még. Indul meg! Innen nem lehet lopátolni egy kis izét, szemet. Az jó lenne. A gyerekek, menjünk neki, csapjuk neki. Pótkocsikat is jó lenne reformálni. Meg terjeszkedni kellene. Jóó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 
Bigamtól, Bigától. Hú, figyelj erre, várjál, figyelj, ne szórakozzál, az MTZ bírni fogja. Na. Azt arról, hogy amikor lerakom a csirketelepet, rottul figyeljek. Nehogy ne egy síkba akarjon lenni. Mert ugye, ott lejjebb van a föld, húzzam följebb esetleg én a földet is odarakjam le. Ott kicsit lehet, hogy szenvedtetnem kell majd magamat. De hát ott még hol tartunk, még 65 ezeret össze kellene kapni a képernek. Hol van nekem 65 ezer? Milliók, mikor lesznek nekem milliók? Hizébe volt, tudjátok, üvegtigris. Üvegtigris? Üvegtigris 2. Amikor ugye rabol, akkor akartak rabolni az üvegtigris 2-be? Azt hiszem, ugye? Az üvegtigris 1-ben nem volt rabla. Üvegtigris 2-be akartak rabolni postakocsit? Hú, most már nagyon nem emlékszek, öcsém. Komolyan mondom. Ja, izé, új CPU elvileg 100%-kal jobb. Ugyanazt az FPS produkálja itt, úgyhogy ez nem, el nem tudom képzelni mi. Ugye valószínűleg, hogy a modok. Többen írtátok, hogy a nagyon sok modot használ 8 gigát, akkor azért vannak, lehetnek ott problémák még. Meg megnézném a konzolt, lehet, hogy hibákat ír 1-2, úgyhogy vannak itt olyan dolgok, hogy az engine-t azt úgy erősen csiklandozza a talpát, nekiáll a mod halmaz, aztán az meg nem biztos, hogy annyira örül neki az engine, ugye?
hogy a modok dobják a hibát non-stop, meg mit tudom, de hát a keeper az mit foglalkozik ilyen apróságokkal? Az a lényeg, hogy veressük a TSC-t. Jaj! Viszont, ugye, ahogy mondtam, ez a játék gyakorlatilag 0 FPS-en nőtt. Végigjárnak elégnek kell lennie, úgyhogy az nem, de a SnowRunner, elmondom nektek, hogy a SnowRunner az nem high goal, hanem egy majdnem ilyen médium, ilyen közepes közelibe játszottam eddig, az első két részt úgy vettem fel, és fölraktam ultra-ultra minden ultrára, meg mindent, ami létezik, anozotrop szűrés, meg anti-aliasing, meg mindent bekapcsoltam. Most izé megy 60 FPS körül, ezelőtt meg médiumon ment, izé 30 FPS körül. Nagyon kellett a CPU növekedése. Műtrágya az van, ugye? Van műtrágya, ezt meg kell ölteni, ne viccelj. Na, pervetezőt is meg kellett ölteni, pervetezni is kellene. A gép azt tud pervetezni? Hát megint rábízom, mi lesz itt, mi? És ugye a keeper, de nem, de olyan messzi van, oda nézni, nem ér el addig. Oda tűnt odaadtam elé. 22 liter benzin, bazz. Na ide, itt nem eléri kupakot? Eléri. Jó, oké. Kell nekünk a papírbetűző majd, még bálva. A gyomértó. Pirmitizni kellene, oké. Viszont a földeket rendbe kéne tenni majd, mert itt vannak ám bajok. Itt össze-vissza csinálnak ezek mindent. Ó, hát ez csodálatos, ez pont lejár. Pont lejár, milyen mosógép? Oda nézzél, várjál már. A izét, melyiket? Gyorsan, váltsa rá. Kitérünk. Kitérő támadás. Okay. Jó. A kiára vagy ez mert tovább. Sőt, a kiára vagy ez meg is történt az esemény. Itt fölküldöm még ezt, szerintem nem. Oré fölküldöm, ott nézd meg, ki hagytak itt részt. Egyébként azt csinálják újabb... Ne, figyelj, kirolsz, hova az anyádba. Ne csináld! Ne! Állj! Hova? Végig tolatsz ezen a földön, hallod? Ki vagy rúgva? Mennyi alatt, izé, aludjál, be vagy rúgva. Na, itt meg lassan érkezik a krisztál, tényleg lassan, azt hittem már ide ér. Hú, öcsém, az nem kapkodja. Na, nézzétek meg, miket hagytak ilyen nagy kockákat. Látod? Apám, most ez mi? Hát milyen munka ez? Meg itt is mi ez? Hallod, figyeld! Ki hagyott egy ilyen rohadt nagy kockát? És ezt miért csinálja? Hát vadítan, gemész, ez nagyon vadítanak. Na jó, mennyi haver, azt csináld a dolgodat, ne... És megcsinálja, érted, rárakod. Akkor miért nem csinál, mit fordult ez meg hátra fel arra, ne? És mi van? Figyelj, befejezte a munkát. Ő úgy gondolja, hogy ennyi. Ő úgy gondolja, hogy ennyi volt. Mi a szarnak dolgozzunk, ugye? Jó, amíg elindul, addig valamit itt kezdek. Azt megnézem, hogy mi történik. Ezután ugye úgy porzik a föld, mint hogy 200 verde, hallod? Azt közben itt a kellónik. Jaj, gyerekek, hát miért vannak itt? Na. Egyébként ezt kell csinálni, elindítod a T-105-feket, kifutsz egy kört, érted? Közben itt mit tudom, hogy lekoszálod a gyöpört, emész pisálni egyet, ezt bedobsz egy kávét, azt visszajössz arra, érted? Nagy nehezen elindul ez a kotla. A kányák meg támadnak, mi van, madarag van? Hitchcock film. Jó, oké. Okay. A kávé az beütött. A kávé. Jó, hát ezt figyeld, egyszerűen nézd már meg, acsém. Ilyen dolgokat csinál a csávó. Remélem egyébként az visszafordul még, mert ott egy csikot elhagyott. Hát ezekre a munkásokra nem lehet hagyni. Tényleg ez a cruise, valami ilyesmi, cruiser mode. Na, azt lehet, hogy be kéne izítani a képernek, mert tényleg itt vannak problémák. Na, verjük neki. Úgyné. Jó, megtörtént, esemény, fölhúzzuk. Szerintem rendbe kéne rakni a főcélét. Hát, öcsém, mi van itt, hallod? Ez a kocka is, ez mi? Derogálta, itt mi van? Itt van a döglött kutya elása, hogy mi? El sem tudom képzelni, hogy mit, miért van ezek a... Oda, itt is egy ilyen rettentő nagy kocka, itt hagyta. Mert ő úgy gondolta, hogy mi a szarnak is kellene ezt bevetni, mert ő tényleg... Ne, ő nem akarta. Ő úgy gondolta, hogy...
Itt majd esőmunkolom aztán, jó van, fizetés, megkapom már a bért, azt persze, fölveszik ezek a csodálatos bérmunkások. A skipper az meg úgyse jön erre, biztos, majd itt a föld végébe hagyunk el rohadt nagy kockák. De miért is ne? Persze. És az a baj, eljöttem erre aztán igazából, az a baj, ezekre nem lehet semmit csinálni. Egybitesek ezek. Majdnem belevittem a politikát, nem akarok mondani erre semmit. Hogy milyen szabadok lehetnek ezek a csávók. Jó, jó, igen. Hallod, elmondom neked, komolyan mondom, politikát nem lehet belevinni a videóba. Esküszöm. Ugye van ilyen kritériumot, hogy be kell pipálnod, mikor feltöltesz egy videót, hogy mi nem szerepel a videódban. Tehát, itt be kell pipálnod, hogy erőszak nincs, háború nincs, politika nincs. Meg mit tudom, ilyen csomó minden olyan, dolog, olyan témát, olyan topikot is, így diszkriminál a YouTube, tehát te nem beszélhetsz dolgokról, véleményed nem lehet dolgokról, mert különben akkor bünti van. Nem feltétlenül olyan bünti van ugye, hogy most te nem töltetted fel a videót, mert lehet ilyen. Csak ugye akkor ő besorolásként nem fogja mondjuk kirakni embereknek. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy mit tudom, csúnya beszéd van, akkor X, mit tudom, közönségnek ő nem rakja be. Vagy pedig, hogy a politika van, nem fogja berakni, érted? És akkor ezért van valami 8 pont, egyszer megmutatok egy ilyen videó. Egyszer gyerekek, megmutatok egy ilyen videófeltet, és hogy megy, komolyan mondom, hogy igazából ki is tudjátok próbálni, de szörnyű, brutális dolgok vannak, hogy miket nem szabad. Hát miért nem szabad? Nem, valaki véleményt egyébként, hogyha megnézitek, főleg nagy YouTube-os berek, abszolút semmilyen véleményük soha nincs semmiről. Tehát ilyen semmilyen videókat csinálnak, tehát olyan videókat, hogy abszolút... De még és tudom, hogy én sem izé feszegetek ilyen... Oda néz, hallod, hogy rúg az a gép, hallod? Abba bazza, megy a kilométer, öcsém. Végig megy a földön, aztán olyan, mint megkerültem volna bazza a földgolyót. Jó, legalább végig, jó, álljál, te is álljál. Oda néz, figyeld. Huncuta zsávó. Azt hittem visszatolod, hallod? De várjál, a kirovetszet tudnám-e hasznosítani valahol, nem? Mert igazából ezt meg... Várja, megküldöm innen ezt. Megpróbáljuk azt, és akkor kirovetsz, megcsinálom a másik szélét. Talán elmegy. Nem tudom egyébként, milyen megfontolásból gondolják úgy egyébként ezek a gépi segítők, hogy ők nem hajlandók megcsinálni ezt a csikot például. Tényleg mi ez? Ilyen UFO járt a hely, vagy mi történt? Na, kirovetsz. Ja, hát nagy youtuberek azok abszolút semmiről vélemény az ne legyen. Mert ugye, hogyha a véleményt mondasz bármiről, akkor az a nagy probléma ugye őnekik főleg, hogy hát én például fikázom itt a farmingot, meg igazából ugye most én mit politizáljak, úgyhogy nem hiszem, hogy arról szól a csatorna, tehát nem azért nem mondom véleményt, mert mit tudom én, ez miatt most úgy, de megrónálnak engem, most mi van? Nyomjad meg a B-t is, mert különben nem fogja elvetni a földre. Na, azért nem, mert ugye, hogyha véleményt mondasz valamiről, akkor esélyes, hogy van olyan réteg, vannak olyan emberek, akik nem egyezik a véleményed velük, érted? És akkor azokat ugye elvesztheted. Tehát az nem jó nekik a csatornának, hogyha véleményt mondanak dolgokról. Úgyhogy azért nem például ilyen nagyon ilyen bonyodalmakban nem nagyon mennek bele. Általában figyeljétek meg, a legnagyobb youtuberek arról mondanak véleményt, ami ilyen tök ilyen egyértelmű. Tehát, hogy mindenkinek az a véleménye róla. Például, hogy mit tudom én ilyen... Jaj, föl vannak háborodva azon, hogy itt most rossz példa, meg tényleg ez nem érdemes viccel, és nem is viccnek szállom, hogy fel vannak háborodva, hogy mondjuk éheznek az afrikaiak, vagy mit tudom én, vagy akármilyen valamilyen olyan ügy kirobban a YouTube-on, ami mindenkinek az a véleménye. Tehát igazából nem mondanak semmit, mert mindenki ugyanúgy gondolkodik róla, és arról nagyon kifejtik a véleményüket, hogy úristen, és igazából az emberek 100%-a úgy gondolja. Tehát ez nem egy véleménykifejtés, hanem ugye elmondja gyakorlatilag azt, amit mindenki gondol. És akkor olyan, mint hogy a véleményt kifejtened, de nem fejt ki véleményt, mert igazából mindenki úgy gondolkodik, és emiatt tök
érted? Ez nem véleménykifejtés. Elmondja azt, amit mindenki gondol. Olyan, mint hogyha... Figyeljetek, én mondok véleményt erről a színről, ami itt van ez. Ez egy barna. Szerintem ez annyira barna ez a szín, úristen, hogy ez nem tudom, nem tudjátok elképzelni, mennyire barna ez a szín. Ez, nem tudom, fölháborítóan barna. Durva, nagyon-nagyon durva, hogy ez annyira barna ez a szín. Én pedig ez van. De az, hogy egy olyan megosztó témába véleményt mondjanak, az abszolút soha nem fog előfordulni náluk, ha csak nem pont egy olyan videós, ami igazából ilyen provokatív tartalmat csinál. Tehát vannak kivételek, de ugye, mit tudom, és kiről beszéljük ilyen, az a tipikus Dezső Bencés videós, tudod, aki ilyen mindig be... Tudod, mire gondolok. Jó, most na, látod, Dezső Bencéről véleményt mondasz, már megosztó leszel, már megosztó leszek, és már... Már sokan azt mondják, pedig a Dezső Bence az nagyon-nagyon jó. Egyébként nagyon, nem nagyon nézek a Dezső Bencét. Egy-kétszer belefutottam a videója, nem is tudom most mit csinál. Nekem őnél az nem tetszett, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon megfontoltan ő meg... Igen, ő neki a céljait el kell élni. Az tipikus, komolyan mondom, miniszterelnök lesz előbb-utóbb a Dezső Bence. Az a, ilyen nagyon-nagyon hajhásza a sikert, hogy ő igen, ő neki. Igazából őnek a YouTube-ozás arról szól, hogy minél több pénzt ki kellene szedni a rohadt YouTube-t. Jó, de jaj, nem szabad mondani véleményt, de most már besoroltak egy olyan helyre. És be kell pipára, vagy véleményt mondtam a Dezső Bence. Van egy ilyen pipa gyerekek, Dezső Bencére mondtál véleményt, vagy nem mondtál véleményt. Egyébként ez csak egy példa volt. Most próbálom mosni magam, mi? Hát gyerekek. Komolyan nem tudom, mióta videózunk, de egyébként úgy érzem, mintha legalább egy órája videóznék, mert annyi mindenről beszéltünk. És ilyenkor tök élem ezt. Egyébként így a füleme levám ezt a vetőt, de mégis olyan, mint hogyha benn lenne. Nincs benn, tök olyan, mint hogy föcsögne róla föl, de megnézitek föl az ikont, most engedem le. De egyszerűen pont ugyanolyan effektje van, akkor is, amikor vissza kéne küldenem azt a 1050 kárt, hogy annyira előbbre legyek. De öcsém, ezeket a kockákat mi a szarért hagytad ki, barátom? Most ezt neki állíthatta, jó, de most véletlen rosszat nyomtam, most a B-t nyomtam meg, nem a V-t. Most ugye neki állíthatnám annak, hogy ezeket megcsinálja a gépi munkás, de valahogy nem bízok benne, hogy az így sikerülni fog neki. Látod, most ez ilyet tököljetek, tényleg az a cruiser mode, gyerekek. Ilyen hülyét, nem tudja, hogy milyen mód. Hát a Keeper az nagy farming szimulátoros. Egyébként pont beszélgettem a egyik haverral egy videósorozatról, nem akarom elmondani, bazzák, mert akkor meg lelőm a poén, gyerekek. Egyébként, hogyha valaki, bárki videós nézi, akinek iszonyat sok ideje van. Tényleg, őszintén, nagyon-nagyon-nagyon sok idő van, és Farming Simulator 19-en megvan eredetiben, meg úgy szeretné, hát videós, ja, igazából videós lenne jó, mert azon így lehet, hogy elbeszélgetnék. Nem muszáj nagynak lenni, tehát akármilyen pici videós is lehet. Most ez nem, mit tudom, nem az olyan, hogy most ilyen kooperáljunk, hogy reklám, meg a tököm tudja, szóval. De ha akar valaki csinálni egy videósorozatot velem, az írjon már rám. De azért vannak kritériumok, álljál meg, ne kezdjek gépelni, hanem... hogy mondjam, hogy legyél mondjuk felnőtt, jó? Mármint azért gondolom a felnőttet, hogy ne bármikor tudjál videózni. A hétköznap, mondjuk este 10-kor is, érted? Vagy amikor bármikor, ne az legyen, hogy megszabják otthon, hogy mikor videózhatsz, mert jaj, most nem tudok, mert anyu azt mondta, vacsora van. Ezt én megértem természetesen, mindenki volt ilyen, én is ilyen voltam. Nyakon vertek, hogyha nem mentem izéni, nem mentem vacsorázni, vagy éppen nem tanultam. Ezzel nem lehet degradálni valakit, csak ugye ez a sorozathoz olyan lenne jó, akinek nem mondják meg. Most ehhez, érted, mire gondolok? Szóval ez tényleg nem egy degradálás, mert nekem is így volt, mindenkinek így van, ezzel nem kell semmit szégyenkezni. Hallod, itt pöröghetek, foroghatok ezzel a döggel, mert itt nem csinálták meg ezt, jó van, de viszont már mindjárt végzek ám. Te hallod, emiatt. De egyébként viszont az előző részben ugye mi egész végig más csináltuk, és gyakorlatilag el lett berve majdnem az egész föld, szóval tök jó. Itt a legvégén van egy csikocska, azt lehet, hogy megindítom ezt a gépet rajt, mert azon még megterem egy két zsák búza, figyeled, látod, ott erre gondoltam, hogy itt megküli a Keeper.
Ennyi. Menjél végig rajta, jó? Barátom, köszönöm szépen. Nézzük tovább. Itt mi történt? Végig jött, no probléma. Először indítsd el, na. Jó, akkor már megint ide van. Leshetek itt mind a Luki nyúl. Indulj már, more! Ne, parítsad itt a képet. Na, köszönöm szépen. Azon gondolkodok, hogy fölfele szerintetek elment? Ha megindítom, nem nagyon fog mi. Csináljuk akkor mi. Baby, indul meg! Ja, mert van egy hatalmas ötletem videósorozatban. Ferikével akartam megcsinálni, nem fut neki normálisan a laptopon a izé. A Farming Simulator 19, hogyan? Hát, húzzalak hátba, bazze! Ha komolyan mondom. Pedig akkor epikus lenne, és tényleg valami olyan. Meg az se baj, hogy jó a karaktered, mert mitől el trollkodni egymást, tudod, így ilyen tipikus, hogy így... Ja, jó lenne. Egy ember, egyébként nem sok ember kell hozzá, hanem egy ember. Mondjuk nem is muszáj videótnak lenne, nem muszáj videót rögzítened, csak hogy valaki esetleg jelentkezne. Tényleg legyél felnőtt és korlátlan időd legyen, ez fontos, jó? Ott az a hóka. Figyeld meg, amiatt a hóka miatt nem akarnak menni, oda nézz, ott van-e. Földön elhiszed? Lehet, hogy amiatt hagyják ezt ki, mert az, jaj, nem megyek bele, bazzer. Keeper lecsesz, hogyha a késeket elcseszem. Csoroszja ezt, Gagerből azt a Keeper megöl. Figyeld meg, hallod, az oda néz, láttad, ott van egy hóka. A fának a izéje. Tudti, bazzer, azért nem jönnek ezek erre. Nagy így bekerülik, figyelj, egymásnak rádióznak, hogy figyelj, Tobi. Ne menjél arra, bazzer, ott van a hóka, Gagerbitter a vetőt, aztán a Keeper meg izé lesz. Kifaszolunk. Ezt el sem tudom innen, várj, fel sem tudom menni, vagy mi van? Dik az? Hát mi van itt? Mi folyik így gyöngyösen? Hát ez jó, hát ez nagyon... Igaz-e? Ujjjjj, majdnem visszavágott, hallod? Hát majdnem íz, majdnem a szememet kiszúrta. Tuti bazze, ezért nem jönnek erre ezek a gyerekek, helyszed? Jó, még ért, csoda. Ott még van kettő rottenetesen nagy kocka, nézd meg! Emiatt kell itt a tökörészni a Keepernek. Ezt meg pont nem fogom tudni leúzni egybe, úgyhogy akkor húzzuk a bal oldalit, ez meg itt rohadt meg. Várja, mész már? Hóka el van tüntetve, hallod? Nyugodtan nyomjad neki. Nem kell itt játszanod az eszedet. Hallod, ezek nagyon... tudni, hogy az miatt nem mentek arra, hidd el. Ott rohadt meg. Há? Ebben mennyi izé van mag? Mert már ki vagyunk körülölve. Jó van, ebben még van akkor. Ez gyorsan indul, ne örül neki a Keeper még ennek is. Hogy gyerekek, ez fürge, mint a rókalábak, annyira. Jó van, az megint megállt, gondolta, ennyi elég is volt, bár elfordult a főnök, már nem számít. Ugye? Jó van, ilyenekkel vagyok. Hát de vigyel, várjál már, hallod, ezzel én nem fogok itt. Ez meg olyan lassú, mint a... Jaj, fiú. Figyelj, megindítalak itt, megteszed nekem, hogy végigmész. Menj végig, a legvégéig, ameddig látsz, hallod, ott a, tudod, kerítésig, menjél, rúgass végig a gépet, jó, köszönöm szépen. Nehogy megálljál itt, mert a szemedet kiválja a keselyű azzal, hogyha... Figyelj, megáll. Figyelj, visszafordul, megölöm. Megölöm, ha visszafordul. Nem, figyelj, ha rúgatja tovább, mondani, mit? Jaj, hát ez vissza fog fordulni. Lelkiismeretes anyád valagát azt, hogy visszagyűsz. Olyan, de meg vagyok állva, öcsém, komolyan, hallod, ezért kell állandóan az ilyen nyugtatót szeregettem. Ilyen emberek vannak, ilyen munkásai vannak, értem. Most mit csinálsz, tesó? Meg azt a 3 négyzetmétert oda visszafeszántod? Vagy felhőzélet? Nyomatod? Jó van, akkor csináld csak. Csak engem ne akadályozom, mert akkor megölek. Komolyan, akkor nagyon ki lesz rúgva. Így csináld, mint a Keeper bácsi, nem kell tolatti. Eleknek hívjuk, jó? Legyen elek. Elek, ezért neveltelek. Ne. Menj innen. Elek, ezért neveltelek? Ilyen lett a telek. Hú, majd micsoda izé, micsoda a ríveket, öcsém, faragja a Keeper bácsi. Na szóval, akkor. Van egy baromi nagy jó ötlete Farming Simulatorba. Nem tudom, lehet, hogy 22-ben is lezavarhatnánk. Aztán akkor a Keeper csinálna egy 22-es sorozatot, ő végre.
Hát abban a gyerekek, az tényleg egy epic sorozat lenne, csak ott két ember költ. Bandika! Nem gyűsz? Mondjuk te meg nem mindig élsz rá. Mondjuk te viszont ideje tudná. Azt akartam mondani, mert sokszor streamez, de hát akkor streamelhetnél ezt is, akkor úgy vesszük fel azokat a részeket, én megbeszélhetem veled, hallom. Meg akkor mit tudom, az nem muszáj minden nap csinálnunk, hanem lehet mondjuk 3 naponta, vagy hetente kettő, ilyesmi, nyugodtan, akár kicsoda gyűjjön. Ott még a végét meg sem, figyeljetek oda, nézd, már azt is vetve, amelyik régen van vedve. Á, meg haver, jó, kösz. Valóban emiatt kell itt szenvednem, mert itt ilyen töketlen melósaim vannak, látod? Ezt mindjárt valahogy össze-vissza lett most ez elvedve. Viszont itt már megint van egy csík, de hát azt már ott rohadt meg, hallod, én már végig nem megyek még egyszer. Hát szóval ott van egy csík. Jó, meg ezeket a kis pupolagokat itt hagyjuk. De majd végig kell vetnem, majd kétszer már ezeket a részeket emiatt. Jó, figyeljetek. Menjünk haza. Közben pergessük az időt, mint az őrület. Mondjuk egy 120-a, jó? Többen ne. B. Ezt meg becsukom, úgy van, beesik az eső, összecsomósodik, összeáll mint a egy ember tudja, mire gondolok, vagy kettő, lehet, hogy néhányan tudjátok, mire gondolok, hogy mi áll össze. Ki szoktam akasztani a munkatársaimat, ma is ezt csináltam, ilyen jokeres nevetésre. Így, amikor dolgozik a gépen, azt ezt hallják, és akkor így néznek össze, hogy megint a hülye ízője, mit csinál. Komolyan esküszöm, meg így Joker filmben volt, tudjátok, így medvéig a folyosón, azt mit csinált, jó. Bazza, nem tényleg, lehet, hogy esik kávéval kéne állni egy kicsit. Nem tudom, a vérnyomás ez mennyire lehet ilyenkor, vagy nem tudom. Vörös vérsejtek így ízőjönnek. Ilyen búvat szemben vannak, hogy a kávéba úsznak. Oké, gyerekek, kicsit rendet rakunk. Jó, mosót ígérem, be fogok venni majd. Következő 30 részen belül. Jó, ígérem. Ezzel megmenjük ki a főcélére, mert különben itt a 100 évig tart kijutni innen, oda nézze. Slippy a ideje, 20... Gyere, megindultunk, azt a betya. Jó, éri oda nézze, érik befelé. Érdekes, amit legutoljára vetettem el, az is most érik be. Nem, egyszerűen nem tudom felfogni, hogy ez hogy működik. Látod? De várj, be is vagyunk gyomosodva, bá. Ugye? Be van gyomosodva, mindenhol. De akkor meg is állíthatom az időt, hello. Jaj, bazza 2000-szeresen belepörgetett a banka. Jó, figyelj, gépi munkás csapja neki, mint az őrület. Én azt mondom. Szóval addig én meg lehozom a gépeket, rendet rakok, ilyesmi, nem? Ha veressed neki, testvérem, ne foglalkozzál semmivel. Jó, miért? 99%, 11-e megy. Jöcsém. Megáll állítva az idő, álljál meg. Ja, meg idén is kéne. Még egy adag műtrágyát le kéne szórni. Menjünk már gyorsabban. Apám! Adjad neki! Ja, még egy adag műtrágya. Egyébként figyeld meg, hogy biztos, hogy rosszul fogja megint ez leműtrágyázni. Remélem, hogy a hóka miatt volt ez. De egyébként ez mit poroz ennyire? Tényleg olyan, mintha lenne a vetőnek a izei. Ezek a tarcsai, de nincsen lenne. Fel van húzva, allor ezt így csinál ez. Jó, hát nagyon néhol vannak ilyen kis csikok, meg ilyesmi, ne foglalkozzatok vele. Semmi gond. Minden oké, gyerekek, higgyetek nekem. Hallod, ezt a kristált, ezt meg olyan messzi hajtta be, hogy megőrülök, hallod. Egy nagykabinos MTZ be fog ugrani. Meg a Demon Hill-nek be fog ugrani a izeiek. Nem tudom, hogy mondtam el, annyi mindent beszéltem ebben a részben, hogy már meg nem tudom, hogy mondtam el, hogy láttam már egyébként, hogy küldte izét, tárgoncát, de már akkor indítottam a videót, aztán majd a következő részben berakom, ugye a tikokhoz. Srácok, azok milyen jó beraktak ide a 3 vetőt, Keeper aznak nem sikerül. Várjál, mivel izéljek? Mivel szórjam a Péti sót? Lehet, hogy a T-150K-val fogjuk.
Gyerekek, itt mi van itt mögötte, ilyen nagy dzsimboly dzsamboly. Ja, a Painty Show-t lehet tész, hogy a... Nem, kirovetsző fogjuk szórni, az elég gyors is, meg dinamikus is, meg minden jó vele. Egyébként akkor már lassabb, hogy kevésbé süllyed el a kerék, amikor ugye már így kezd kinőni a búza, mert tömöröbb a föld. Ugye leginkább ugye a szántásba süllyed, de utána a mi az? Kultivált területen, utána a vetésbe, és amikor már ilyen van, akkor már ilyenkor alig süllyed el, és a tarlóban szerintem ott a legkevésbé süllyed el. A tarlón. Ez tök jó megvan csinálva. Ez a mód, ez nekem annyira bejön, ez nekem nagyon kell. Tudom, hogy magamnak nehezítem bele az életemet, mert sokkal kevésbé dinamikusabbak mozdognak a járművek, főleg ugye szántott, meg a kultivált területen, de hát figyeljél már, hát valami valóság legyen. Egyébként ilyen, itt csinálhatnám azt is, hogy ezt ide berakom. Egyébként azt hiszem, hogy van egy olyan cuccom, amivel ilyen Y-ba be tudom rakni a vetőket, és akkor egyszerre háromat húz. Bár az kíváncsi lennék a gépi munkás, hogy oldaná meg a tolatást egy ilyen hármas szerkezettel. Úristen, nem ismerem megpróbálni. Jó, nézzük meg, hogy a Painty Show-t azt elszórjuk. Egyébként mekkora ez a Painty Show szóró, nem kicsi. A Painty Show, te Painty Show, te szórja a keeper, mert attól lesz jobb, majd a termésem. Gyerekek. Jaj, baj van, bazen, a Painty Show is elfogyott tippek. Ja, 860 liter. És ez megint nem lesz elég, hidd el. Figyelj. Porzik a beton, mi a szóval? Na. Adjál neki Sándorom. Jöcsém. Ez nem túl nagy a csapat. Jó van, aztán, hogyha marad egy kicsi, amelyik nincsen lepét is hozva, ott rohadt megállam. Bár aztán mondjuk itt hátul ki tudok menni, és le tudok menni a boltba, szerintem még egy pét is ott tudok verni, bár lehet, hogy nem. Az meg ugye ez egy ciki, hogyha nincs annyi pénzünk, hogy vegyek egy kis Painty Show-t, mi? Hogy elég ciki. Jó, hát ez elég jó, hogy 20-szor így végig tudom szaurni, közben meg ugye meg lesz a gyamlálás, elmegyük a másik végére, hogy ne zavarjam a tattort. Bár lehet, hogy pont nem zavarnám, de olyan szerencsém van, biztos zavarnám. Kapcsoljuk le, hoppá! Úgy szoktam, hogy végig gangolok azt közben, meg akkor ilyen nagy bajok vannak. Egyébként a dupla ember... Ja. Itt be kéne jönni eddig. Úgy. Aztán el kellene menni a szélire. Jó, be kéne osztanom ezt a Painty Show-t, hogy elég legyen. Figyelni kell ilyenkor ugye a színre. Hogy milyen barna ugye. Ha milyen véleményed, barna? Sötét barna vagy világos barna? Ugye a trájádott az már ilyen sötét barna lesz. Allor! Azért ekkora... Volt, hogy izé nincs, nem lehet. Szerencsétlenségem, hogy pont egy vonalba jön a traktor, hanem a 82-es. Ha visszaállunk ám ugyanoda, azt nem bezmeg. Hallod? Ezt meg most már nem látom, mert az meg ugye izé, az meg átszínezi megint. Mivel ugye itt tudod megkülönböztetni. Itt tudod megkülönböztetni a színekkel, hogy éppen te dolgozol egy felületen, tehát így átszínezi. Ugye például az előző, hogy mi ugye sötét barnára változtatjuk, a gyavértó az meg világos barnára változtatjuk, mi sötét barnákat. Így ugye amikor dolgozol, akkor azért látod, hogy éppen milyen folyamatot végzel, és mennyire sikerült ugye rendesen a földet megszornod, és akkor ugye tudod, hogy hova kell bánod még egyszer, hát az elején van. Egyébként valószínűleg, ugye? A dinamikus fordulás meg volt, de fárlod, elmegyek másfelé, mert ez a traktor ez trollkodik velem. Az a 82-es, az trollkodik. És meg nem a másik földet kéne szórni, olyan szám CD-t. Majd. Hát az igen, ez nem valószínű, hogy elég lesz, úgyhogy megnézzük, hogy mennyibe kerül, de jó, izét tudok venni zsákosat, ugye a 100-ba kerül, azt vagy 90-be kerül 100 litert. Zsákosat tudok venni, zsákos prodót. Oké, gyerekek, kiúztuk, akkor csináljuk itt, ne.
Sőt, az IFA-val is mehetnék, tudod mit? Megindítsam? Megindíthatom. Megindítom, IFA-val elmegyünk, gyerekek. Hozunk zsákos cuccot, mert nincsen. De egyébként ez mi az IFA? Olyan tisztoló, allőrű? Már megint tisztel. Mi az izai? Valaki lemosta. Már annyi meg, valaki elbújt? Multiplayerben vagyok, lehet, hogy elindítottam a szervert, valaki elbújt. Jó. Hajrá, gyerekek, hajrá! Mondjuk nem 70-nek kéne kanyar benni meg megint, mert bajok lesznek. Szórunk fel egy kis zsákos szart, jó? Szó szerint. Trágyát, mű trágyát. Egyébként, hogyha nekiállnék ilyen izé, ilyen disznótartásnak, vagy izének márhának, akkor ugye lenne korlátlan mennyiségű trágyám. Annyi esze nincs a gépőrnek. Csinálják csak gyerekek, mi meg izélünk, randalírozunk. Egy dolgot nem értek, azt írjátok már meg. A tojásos raklapnál honnan a francból fogom tudni, hogy ha mennyi tojás van benne. Tehát oké, hogy én oda pakolom a raklapokat, azt tellik meg, mint hogy honnan tudom, hogy mennyi az annyi, mennyi tojás van benne. He? Mert ugye itt van ez a raklap, van raklapok, tojásos raklap. Ugye, hol van? Itt van ilyen. Ugye be 7200 fér, egyébként olyan is van, egyébként olyan tojásos raklap, olyat is találtam, ami látott, hogy, hogy tellik, viszont az csak mit tudom, 2000 fér bele, és újra hasznosítható. Nekem ez jó lenne, 7200 liter, jó sok tikunk van, ne kelljen itt vinkódni vele, de hogyan tudom azt, hogy érted. Na várjál, mert szilárd műtrágya, van szilárd műtrágya 1900 azért, ami nem gyűn ki, úgyhogy zsákosat visszük. Viszünk egy 10 zsákosat. Így, oké. Okay. Aztán felszórom kézzel, hallod. Ez a jó ebbe. De egyébként jó, hogy nem megteríti vele az egész mapot. Nem? Autóló ebben ezen nincsen egyébként. Feszítőek, nincsen. Nem is valószínű, hogy használok. Írtátok egyébként, hogy a tojáshoz is szerezzek valami autólorot, mert egyébként azért akartam inkább ezt a raklapos, hogy ez így élethűbb, ugye, hogy oda bepekolódik, és akkor könnyen elviszem targot, szóval ezt az autólorot lehet, hogy majd a 268. résznél majd lehet, hogy használja ki, de még annyira nem akarom, mert nem tudom, mert az meg olyan izé, tudod. Várja, viszont lehet, hogy az üzemanyag hordót az földobom izébe. Lumberjack mód ugye rásegít egy kicsit az erősödésre. Mindjárt megnézzük. Ugye legyen rajta az üzemanyag is akkor, ahol... Hú, az is egyébként tök jó lenne, hogy ugye ez üzemanyagot is szállítana. Egyébként a magom is elfogyott, úgyhogy majd ideje kell itt egy kicsit. Nem, már is bírom, Lumberjack mód nélkül is. Esküszöm, mert ugye már csak 180 kg, ugye kitankoltam belőle, nincs bekapcsolva a Lumberjack mód. Jó van, oké. Okay. Allor egy hanyagul felszort mindent a hülye. Oda néz. Hoppá! Van egy zsákom. Zsák fos. Azt nézzétek meg, egyébként sokat akartok röhögni. Jöttünk, láttunk, visszamennénk című filmet. Imádni való nagyon jó. Nya! Gyite! Egyébként dolgozik a műtrágyázó is, meg a nyomírtós is, szóval jó vagyunk. El is fogok menni. Aztán megtöltsük a műtrágyázót, mert a műtrágyázó az 8%-on van a gyerekek, ennél jobban nem is. Az a néz, hogy megy a kirovec, figyelj, most fognak összeütközni. Jaj! Ez majdnem nem sikerült bevenni a kanyát. Látod, milyen gyorsan megy a izen? Az ilyen vetésen. 2%, figyelj, 2%-on van. 1%. Tesó, 0%, figyeld. Pitty! Megállt, és pont utolérjük. Célsegítő a bajt a munkán. Oké, haver. Töltsük meg a szajlét. Aztán mehetsz tovább. Ugye itt ilyen zsákonként tudod tölteni. Éjjjj. Mehetsz is tovább, tesó. Műtrágyázhatsz ezerre, mindjárt ránézek, hogy mennyire jó csinálja, vagy mennyire nem jó. A gyomírtó szerintem elég lesz, nem? 48%-on van, és már szerintem simán megcsinálta felét. Jó, a gyomírtó jó. Azt mondja, adja foci. Nem?
Be vagyunk állva tőle. Jó. Jó, azért itt vagyok az ifát, egyelőre adhatja köl. Meg ránézzünk a mapra, mert az egy olyan dolog, hogy azt jó használni. Be van, figyelj, búzával el van vedve, fa, frankon, nem olyan súlyát mondtam, növekszik. Szantást igényet ne nézzük, hű, gyerekek van neki. Figyelj, a gyomírtó az egyébként nagyon jól csinálja. A kettő szélét kell csak lecsepni. Az megtrágyázott, az meg mindjárt megcsinálja az egészet, látod? Már csak középen van neki. Na nézzük. Ugye ilyenkor nem frissül, azért érdemes kilépni, meg belépni. Úgyhogy jó, oké. Akkor a trágyázás az tök jól sikerült. Látod? Az véget ér, a kirovecre rá is váltok, végez. Sőt, át is veszem. Nyomom végig. Megnézzük, hogy esetleg ránézzünk, hogy nincs olyan rész. Látod, ezt átszínezi, azon nincs semmi baj. Ugye azért színezi át, mert jobban lásd, ahogy beszéltük. A végét lehet, hogy lehúzom, mert az a biztos. Inkább húzzuk le. Egyébként egész jó lett. Azt hittem, hogy szar lesz ez a föld most. Amit olyan szempontból, hogy trágyázás meg gyomírtas, de úgy látom, hogy mondhatni perfekt lesz így. Jó, hát ez még dolgozzá csávókám. Muszáj még ott ügyeskedned. Jó, figyelj! Indulj meg gyorsan, jó? Mert itt dolgom van. Na, igen. Nehogy ám a föld végéből indulj. Felejtsd el! Jó, van, csináld csak hover. Végre valaki jól csinálja, és nem hogy ilyen nagy helyeket középen, nem? Nem úgy, mint az előző munkások. Ja, hát földet is fogunk, majd gondoljátok azt, hogy jó lenne egy terjeszkedni földügybe. Hát gyerekek, hogyha ezt beterjesztem, ezeket a földeket, azt a kettőt még ezzel összeszántam, hát akkor ilyen három részen keresztül szerintem betűnk aratunk meg minden. Úgyhogy, de ilyen, én arra satszolok így ránézésre, hogy egy ilyen 500 ezer lesz, hogyha ezt mindent összeszántok. Egy, mármint pénzbe, akármit is vetek. 500 ezer pénz. Ha ilyen fél millió eurót összekapni egy ilyen aratásból, az tök jó lesz. Meg, hát most egyébként gondolhatjátok, hát sokra megyek a fél millió euróval, mert ugye 1 milliárdot kéne összekapni, de közben ugye majd fogunk. Nyomjuk majd ugye a tojásbizniszt, azt ott még nagyon ki fogom építeni. Elképzelhető, hogy oda, én egy ilyen 4-5 neveldét, vagy egy csirke ólat tervezek. Ami azt jelenti, hogy ha 4-5, ha 5-en, akkor ugye 2500 csirkével számolok, ami szerintem azért hozni fogja a bőven, amit nekünk kell hoznia, tudod mit? Jönni fog bőven a tojás, és jönni fog bőven a pénz. Tehát ugye a nagyföldeket csinálod, meg még mellette tartasz mondjuk tényleg egy 2500-3000 tyúkot, meg iszonyat mennyiségű marhát, ami rengeteg tejet ad. Ugye tudom, hogy kell neki takarmány, meg minden, de hát figyelj, megtermeljük. Úgyhogy jó lesz. Na nézzük rá az MTZ-re, hogy áll, jó? Hát vegyem tőle, gyerekek, mit szóltok? És azon gondolkodok, hogy mit kéne még csinálnom. Meg kéne nézzem a tyuk helyet. Nézzük már meg a tyuk helyet. Engedd el azt a béket, testvérem az úrba. Na, az a baj, ugye ezt honnan szarból tudom, hogy én ez mennyi idején van tojás. Nézzük meg az állattartást, nem? Meg közben ránézek, akkor erre várjál, mászt megnézzük, hogy mi van itt. Igen, a két végét esetleg le kell gyomírtózni, hogy az is jó legyen. Ott ugye messzezést ír, de ugye ki van kapcsolva a mészigény, szóval nincs semmi gond azzal. Itt, amikor átvettem, akkor egy kicsit kihagyott a megtrágyázott. De amúgy alapjában véve majdnem 100%-osan jól meg van trágyázva. Lenyomírtózik végez két végét lehúzom én, és szerintem jók vagyunk, bár lehet, hogy a nyomírtó se fog elég lenni, de szerintem elég lesz. Na, nézzük az állattartást, hogy állunk. Van itt 90 liter tojást ír. Ez hol van? Ez benn van a raklapon, vajon ilyenkor? 100 liter tojást ír. 100 liter tojást ír, és nem olyan vészesen gyorsan fogy egyébként. Ugye 1978 volt az előző részben, amikor néztük egyszer. Néhány száz lefogyott, jó, semmi gond vele.
akkor ezt lehet, hogy nem kéne megmozgatnom. És akkor 7200 liter belefér. Meg kellene nézni, hogy megvárni a 7200 litert. És akkor meg kellene nézni, hogy mellé kerül egy darab doboz. És akkor ez így releváns, vagy ez így reális. Én nem begondolkozok, hogy ezt így tudnánk megcsinálni, ezt a békát, meg bazé, ezt eltolom innen, mert nem nagyon... El kell indítani motort, ne szórakozzál, jó, hogy nem üzemanyag kell bele. Ja, hát ez nem a legjobban működő dolog a világon. Jó, ezért itt megállok, és azt néztem, hogy ez mi. Ja, itt is csirkéket tudsz venni, meg itt kint is csirkéket. Ja nem, itt csirkéket tudsz venni, ezzel az egész részen, oké. Okay. Jó, akkor ez a raklap, ez valószínű telik, ugye? Nem tudom, nem nagyon vagyok képbe ezzel. Úgyhogy itt meg ugye, majd nagyon kell figyelni, amikor lerakom, hogy egy színbe legyen. Megnézzük majd Demoinnak a targoncáját. Egyébként, hogyha láttuk ilyen részeket, és ahhoz kapcsolódó gépeket, jól használható dolgokat tudtok küldeni, akkor nyugodtan küldjétek, nyugodtan ide linkelitek a videó alá, az is jó, meg mindig a videó alá, és akkor meg fogom nézni, és akkor be fogom rakni olyanban, hogyha jó cuccokat adtok. Akkor még mi kellene? Egyébként ezt valószínűleg körbe fogom keríteni, hogy ilyen igényes legyen, és akkor valahogy úgy tervezem, azt gyorsan hadd mondjam már el, hogy ugye mondjuk mindig a raklapot nem is muszáj eladnom, hanem így sorba raknám ide ugye a többet a teleraklapokat, mondjuk hogyha itt lenne ugye egy falat ide raknék, itt meg mondjuk lennének az üres raklapok, és akkor kiberakosgatnám, szépen így lehetne rendezgetni. Nem tudom, hogy visszakapjuk el a raklapot, vagy újat kell venni. Van egyébként olyan mód, amelyiket visszakapott, meg van olyan, amelyiket nem, de hát ezt majd meg fogjuk látni. Nézzük ezt az MTZ-t, hogy mit szenved szegény, valószínű, hogy át kéne vennem, de lehet, hogy egyébként nem fog elég lenni sajnos szegénynek. Bár még egy csík, meg ugye a két vége, esélyes, hogy lehet, hogy elég lesz, ha nem, akkor nem fogok már vinkorni vele, hanem azt fogjuk csinálni akkor, hogy mindenki belepörgetik az időbe, és csak az aratás maradjon, és az aratásnál biztos, hogy végzünk az aratásra, bár most megint búzát aratunk. Azt ne felejtsétek el, hogy iszonyat sok búza lesz. Szóval nem úgy lesz, mint a bab, hogy eltároljuk itt-ott, iszonyatosan sok. Nézd oda, micsoda, nézd a kereknyomot húztam ott az ifával, itt keresztben, ott fönn, látjátok ott a sarokba. Hogy itt végigmentél, olyan, mintha kitiportad volna, de nem tiportad ki, hanem csak így mutassa. Na mutassa! Jó, itt végiggangolok. És igen, belepörgetés időben, mert ugye meg van trágyázva, le van nyomírtózva, szóval minden tökéletes. 249 pénzünk van, gyerekek, soha nincsen tartalékunk. Következő részben sorskártyát, de jó lenne, nyernénk egy kis pénzt, komolyan mondom, annyira tudnék örülni neki, hallod. Esküszöm, az egy megváltás lenne számomra. Ott a kis TS telepő. Pont az beszélgettem haverra, hogy tök nem is kell az a nagy TS telep, ha belegondolsz, mert ezen a kicsi TS telepen, ez a föld, ez nagyon jó ötlet volt egyébként szerintem, hogy azt TS telepé alakítottuk. Az a nagy TS telep meg már kicsit olyan kaotikus. Persze biztos kiismerni az ember, meg ugye el tudná rendezgetni a gépeket, meg ugye vannak mindenféle ilyen hangárok, amiben tudná akármit is, még csuirkéket, meg ott tényleg egy végtelen számú lehetőséged van mindenre, de elég olyan kaotikus az egész. Itt meg ugye tök jó, mert gyakorlatilag az egészet leaszfaltozom, egy hatalmas nagy placom lesz. És ugye itt tényleg, ez egy ilyen központi TS, de viszont érdemes kihelyezned ilyen, hogy mondjuk, hülyén hangzik, de ilyen kirendeltségeket, ahol állatot tartasz, ahol mondjuk oda raksz földeket, ahol tényleg vesznek bizonyos dolgokat, és akkor mondjuk fát ott veszünk olyan földet, ahol ott veszik át a fát mellette, és akkor oda fát ültetünk, vagy éppen faforgácsot ott gyártunk, és akkor egyből ott van, érted? És ez tök jó. Ez szerintem egy jó dolog. Jó, ezeket itt megcsináltam, itt már nincsen olyan zöld terület. A másik oldalon még van egy-két gyom, de hát 1%-kal nem fogunk megváltani a világot. Ugye? Gyerekek, ott az nagyon durván látszik a nyoma az ifának, ott végig gangoltunk. Figyeled?
Nagyon durva a kézé, te kitiporta ott. Ugye dupla széles hátsókáig gondolom tette dolgát. Utcai gumival jó lapos. Mondta a nyomás. Ja, hát még ráverem azt a maradékot itt, mert itt azért vannak bajok. 27, 23, 22, 21. Figyelj, ez is jó. Nem fogunk végigérni, nem baj. De mondjuk itt van a izeg. Itt volt a... Na, igen, meg igen. Bazzik, akkor már legyen perfekt, nem? Ja, az a baj, ez a... Ez a... Ez a... Tényleg, hogy mindig tökéletes, hogy akarsz... Ez ilyen vadító tud lenni. Ez szerintem el is fog fogyni ez a tartály. Úgyhogy el kell mennünk az ifába, bazz. Ahora nézzél, hallod? És fogyott. Jó, ki vagyunk ürülve. Van kettő zsák izénk. Kettő zsák műtrágyák, azt csácsumi. Ami azért nem boldogító. Nézéket viszont kerülni fogom, elmondom nektek, srácok. A dombos részeket, mert ugye ez ennek a Rea módnak köszönhetően eléggé komolyan tud bánatos lenni a keeper, amikor elássa magát a gép, és elássa magát a gép, és valószínűleg egy nagyobb dombon nem nagyon lenne jó nekünk. Valószínűleg ott ilyen sokszorosa kellene például egy eszköznek a vontatásához, tehát sokszorosa az elegendő lóerő szükségletnek. Szóval mit tudom, 100 lóerő kell mondjuk egy tárcsán, de szerintem minimum 300 kell a dombon fogjuk fölfele uzingálni, mert itt nagyon kéri az energit, ugye. És milyen jó, hogy gyerekek össze van pakolva. Nem, komolyan mondom, hogy meg vagyok elégedve magunkkal. Meg vagyok elégedve magunkkal, srácok. Ez a mai rész igazából ugye elég melós volt, de elég sokat hülyéskedtünk, én imádom azt is, hogyha így... Az ilyen részeknél egyébként meg főleg nagyon sokat lehet gyökörködni. Viszont, srácok, azon agyalok, hogy ebbe is... Ezt is tudnám hordani ugye a gabonát. Meg kellene nézni, hogy ezt nem... Öppe. Kicsit bevert nekünk ez. Ez a tábla, ez a kriptonit tábla, ez vagy ilyen szerszáma célból van, meg 100 méter mélyen lenne vége szerintem. Figyeljetek, ezeket ledobnám, lepakolnám. Mert ezek most pont olyan dolgok, amik baromra nem kellenek nekem ide. Akkor ezzel nem tudnám hordani ezért. De ez lehet, hogy ilyen pont ilyen fára való, nem? Mindjárt megnézek valamit. Itt a benyó. Jó. Előbb itt ledobálok, felrobbanunk egy csém. Hát látjátok, ezért nem tudom soha abbahagyni a gameplay. Valamit mondtatok. Van-e? Úrösítás. Nézzük meg a dobozza. A csoda doboz, gyerekek. A csoda dobozza. Hogy? Gyere elő laptopocska, vedd elő a laptopot. Hogy? Nem? Nézzük a configuration. Tervezés. Ezen semmit nem lehet hallani. De szerintem ez baromra nem tud egyébként szemet hordani. Ezt higgyétek el nekem. Nem tudom, valaki írta egyébként, hogy marad benn szója, mindjárt megnézem, hogy... Meg egyébként, ha lehet hordani szerintem, akkor... akkor tudok R betűt nyomni, akár micsoda. És nem tudok, látod? Nincs olyan, hogy R betű. Tudod? Ezzel tényleg csak fát tudsz, meg ilyen apróságokat. Nem baj! Egyáltalán nem baj, mert legalább nem az van, hogy most elég olcsón vettük, hogy akkor most én itt megváltom bele a világot. Mindenki pizét akarok egyébként, várjál. Valami teherautóba gondolkodtunk, ugye teherautóknál vannak ám tök jobb. És akár... Fasz, egy permetező ifa, oda nézzé, de jó. De gyönyörű, 4000 literes. Azt a betyár, oda nézzé. És csak 12500. Tök jó, mert most már elég sok pénzt termelünk, hogy a 12500 az csak, érted? Na, ide néz, 23000 literes. Figyelj, mit csoda, csoda. 23000 literes. Meg várja, nem ezt, hanem ezt még lehet a baubíteni. Ja nem, az a maxa, ugye? Érdekes. 11500 liter. Itt meg 18000 litert ír. Mi van? 23000 liter. Így 23000 liter, jó. 23000 literes akkor a legnagyobbal. Mondjuk 23000 liter az nem kevés, ám. És mennyibe került ez a csodálatos?
56 ezer, mondjuk az megint nem olcsó. Ez meg hány literes? 13 ezer literes. 13 ezer liter meg rohadt kevés. Ugye? Úgyhogy lehet, hogy pautokat kellene nézni. Vagy pedig fél pautkocsikat is meg kellene nézni. Hát, hogyha van valami soda jó dolog benne. A hány literes? Ez csak 22 ezer. Nem tudom, de olyan kevésnek tűnik nekem ilyen 22 ezer. Ez minek a pautja? Ez 23 ezer literes. 45 ezer. Ujj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 
Na, eddig lejött itt a csúcsunk. Ó. 48 000 liter. Ott a kamaz. Maznak a jövő pótja. 42 000 liter gyerekek. És ez nagyon autentikus. Mondjuk ez tök jó lenne izére is, kamaszhoz is. Mindjárt várjátok. Egy pillanat, gyerekek, meg át kell nézni, hallod? Ez hány liter? 60 000 liter. Jó. Terrótok, nézzük, milyen nyerges szerelvényeink vannak. Az a gond, gyerekek, hogy van nyerges ifánk, de szerintem az meggröttyenne az alatt, érted? Ahhoz mindenképp kéne egy ilyen cross, vagy valami nagy dög. 420 lóerő, hallod, itt azért vannak dolgok. Itt a maz, ugye? Például ezzel lehetne húzni. Meg az urallal is lehetne húzni. Szerintem ez is még elhúzingálna 24 ezerért, meg itt egy kamaz is. Valamint egy másik kamaz. Azért ez nagyon-nagyon lelakott, tök jól néz ki. Ó, meg itt van ez is. Á, ez csodálatos. Na ez a kamazzal azt a izét, azt a bombasztikus nagy dögöt. Ez milyen? Ugye, ez is szép. Van tátránk is. Mondjuk ez jó olcsó, az túl olcsó. Jaj, bazze, milyen jól néz ki. Meg ez, lehet hozzávenni ezt a pautot, 15 000 literest. Nem lehet módosítani? Nem, 15 000 pautot. Ez hány ezer? 18 000 literes gyerekek a rába, 19 000-ért. Viszont az, nem tudom. Hát jaj, mód egy kicsit olyan túl élénk. De azért egy rába kamion. Meg olyan fura, olyan kicsit ilyen Lego autónak tűnik, nem? Na jó van, gyerekek. Elbúcsúzom, mert baromi hosszú már megint videó. Egyébként van ám itt ilyen izé. Várjál már. Van itt egy ilyen csoda ifánk, meg van egy zilpakkunk is egyébként, amiben megint vannak egy csomó ilyen, akár félpótkocsi is. Ugye, a zilhez. Vannak ám fahordásra. Állatszállítás. Úristen, gyerekek. Bocs. Kiper egy kicsit elkapotta magát néhol. Jó gyerekek, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet, bepörgetés időben, aztán aratás. Következő részben mindenképpen meg fogjuk venni a következő tigolat. Jó, ott meg az MTZ, meg ott bűröget. Na jó, hadd bűrögessen, na sziasztok, jók legyetek!